Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Visszatérek az első kérdésre. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Megnéztük, hogy mit mutatnak a kártyák. Mindkét képen a kelyhek láthatóak, és a kelyhek jelentik az érzelmeket. És ezek az érzelmek megjelennek az ő gondolatában, tehát ez tudatos nála. Itt látható a könnyek mezeje. Ez jelenti a múltját, az emlékeket, de ő elbúcsúzik a múlttól. Lesz egy új irány. De ő érzi még ezeket a fájdalmas emlékeket, ezért vannak itt még korlátozások. Ő zárkózott, nem nyitott érzelmekről beszélni, mert vannak félelmek, hiszen fél attól, hogy újra visszatér a könnyek mezejébe, tehát lesznek olyan dolgok, ami fájdalmakat vált ki nála. Ő most visszahúzódó. Hogyan érzi magát? Itt is látható az, hogy nem érzi jól magát, hiszen fáradt, kimerült. Ő szeretne kapcsolatot veled. Ő kívánja azt, hogy legyen meg ez a párkapcsolat. Te és ő, erre utal a kettes szám. De ő még kicsit vacilál. Tegyem vagy ne tegyem. Mi van akkor, ha közeledek hozzá, és ő elutasít engem, akkor itt vannak újra a fájdalmas érzelmek, ez letör engem, ez korlátoz engem. Itt érezhető az, hogy vannak nála félelmek, de nem miattad, hanem a múltja miatt, mindaz, amit eddig átélt. Mit fog tenni? Átteszi magát ezeken a félelmeken. Igen, átteszi magát, hiszen a kezébe veszi a kardot, és elvágja a szomorú emlékeket, elvágja a korlátozásokat, elvágja ezt a helyzetet, amikor ilyen kimerült. És itt van a varázsló. A varázsló segít abban, hogy meglegyen ez a hit, ez a bizalom, hogy a jövő nem olyan lesz, mint a múlt. És le tudja zárni a múltat. Azon kívül megvan a varázslatos kisugárzásod, ez a vonzalom kettőtök között. És mi fűz össze benneteket? Majd ő fog valamit tenni, kis lépésekkel ugyan, de mégis látható, hogy közeledik hozzád. És nem jön üres kézzel, hiszen átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami jelenti az érzelmeket. Érdemes rá várni. Akkor is, ha érzed azt, hogy visszahúzódó, zárkózott, kimerült, szomorú, mert meg lesz itt majd ez a küzdelem, és átteszi magát ezeken az érzelmeken, megvan a varázserő, és majd ő fog közeledni hozzád. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!